Sűrű program, 6 mérkőzés vár decemberben a nyíregyházi csapatra. Nyitánként szerdán, ami nyeretlen DVTK otthonában lép pályára Németh Szabolcs együttese az Extraliga első körének zárófordulójában. Az elmúlt héten a Bajnokok Ligájában a lengyel Chemik Police otthonában 3-0-ás vereséggel bemutatkozó Fátum a hazai bajnokságban is kikapott két alkalommal. A vezetőedző szerint már kezdenek visszatérni arra az útra, amelyen haladni szeretne a csapat. Azt kell mondjam, hogy egy kicsit nehezebb időszakot próbálunk magunk mögött hagyni, mert volt ugye az a két vereségünk a bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában, de ahogy azt mondtuk is már az elején, az egy másik kávéház, ha lehet így fogalmazni. Viszont azért nagyon fájó volt azt a két bajnoki mérkőzést elveszíteni, mert ennyivel nem volt jobb a Békés Csaba itt hazai pályán, illetve a Vasas annyival nem volt jobb, mint amennyit ugye közé tudott tenni, de ezt megpróbáltuk mögöttünk hagyni. Már a Balatonfüred ellen az utolsó bajnoki mérkőzésünkön már látszódott egy ívelő útnak az eleje. Ezt szeretnénk tovább minni. Holnapi nap folyamán a Diósgyőr ellen fogjuk zárni az első kört. Azt szeretnénk minél magabiztosabban megnyerni, és akkor is ezt azt eredményezni, hogy a tabella második helyére tudunk feljönni, ami ugye nálunk alapvető követelmény, hogy ott legyünk a tabella élén, mert ugye azért nem kis célokat fogalmaztunk meg a bajnokság elején. A Fátum Nyíregyháza szombaton a Magyar Kupában a Székesfehérvárt fogadja. Az első meccsen idegenben 3-0-ra nyert Németh Szabolcs csapata. A kupa visszavágót követően pedig az olasz Cognigliano elleni Bajnokok Ligája mérkőzés kerül a fókuszba. A lengyel és az olasz csapat nagyon-nagyon kiemelkedik, nem csak a csoportunkból, hanem úgy összességében ugye a BL mezőnyből is. Ugye vannak ezek a csapatok, és szerencsétlenségünkre pont ezt a két csapatot kaptuk meg. Mondom ezt azért, mert rengeteget lehet tanulni. Már az első mérkőzésen is függetlenül attól, hogy nagyon... Mondhatni, nagyon kikaptunk, azért voltak biztató jelek a mérkőzésen belül, de azért effektíve sima lengyel győzelem született. Rengeteg olyan tanulságos dolog történt a mérkőzésen, amiből nagyon sokat lehet a későbbiekben profitálni. Én teljes mértékben erre számítok az olaszok ellen is. Nem feltett kézzel fogunk felmenni a pályára, én ezt kértem a lányoktól is, hogy ne úgy vegyék, tényleg a világ legjobb csapata. Legjobb klubcsapata fog ide Continental Arénába érkezni. A Fátum Nyíregyháza Cognigliano Bajnokok Ligája mérkőzés december 9-én láthatják majd a szurkolók.